magyar Hollywood tanács fő céljai között szerepel az, hogy a fiatal generációkkal kiemelten foglalkozunk. Filmes alkotótáborokat, vetélkedőket szervezünk, és természetesen valamennyi programunkba szívesen vonjuk be őket. Idén, 2024-ben immár 8. éve szervezzük meg a Magyar Hollywood Vetélkedők sorozatát. Helyi selejtezőinket körülbelül 20 településen folytattuk le, idén is. Azokon a településeken, ahol valaki híres, hollywoodi filmsztár született, vagy felmenői származnak onnan. Nagy öröm volt látni minden egyes településen az iskolásokat, általános iskolából és gimnáziumból a diákokat, hogy milyen lelkesedéssel vetették bele magukat ebbe a feladatba, és versenyeztek. Több olyan helyszín volt, ahol 15-20 csapat is indult, egy-egy csapat 3 főből állt. Cecén, Kisvárdán, Mátészalkán, Cigándon, Miskolcon, Hajdunánáson, sorolhatjuk a többieket, Nagykaposon, Szlovákiában, Nagykőrösön, Bátaszéken, mind-mind olyan település, ahol érdeklődnek saját múltjuk iránt. Azt hiszem, hogy a hollywoodi nagyságok felfedezése, emlékük ébren tartása egy nagyon nagyszerű közösségfejlesztő feladat is. A Magyar Hollywood Tanács a vetélkedők sorával is ezt szolgálja. Idén, ahogy mondtam, közel 20 településről lesz csapat, akik az országos döntőbe jutottak. 2024. szeptember 19 és 21 között rendezzük meg a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivált Mátészalkán. Ennek a nagyszerű és kiemelkedően fontos eseménynek a keretében kerül sor az országos döntőre, a Magyar Hollywood Vetélkedő országos döntőjére. Nagyszerű lesz látni az ott jelenlevő csapatokat és azt az elkötelezettséget, amely a film iránt jelentkezik a fiataloknál. Hajrá csapatok, legyünk ott a vetélkedőn, az országos döntőn, és élvezzük együtt a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál. A vetélkedőket folytatjuk jövőre is, természetesen eddig is, minden alkalommal, így idén is, a Nemzeti Együttműködési Alap, a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT támogatásával szerveztük meg ezeket a vetélkedőket. Fontos, hogy az önkormányzatok is együttműködnek, örömmel láttuk szinte mindenhol a polgármesterek jelenlétét. Ez is mutatja, hogy valóban a fiataloknak nagy helye van a közösségfejlesztésben. Előre, tovább, 2024 országos döntő, Mátészalka.